Sziasztok, üdvözletem minden a 3-as metró mellől. Akkor itt vagyunk a Váci úti felüljárónál, a Forgách és a Gyöngyösi utca közötti metró megállónál, ahol most már a metró is el, és itt mögöttem ezt a izét látjátok, ez bizony, ez a metró alagút. Itt a Rákos patakot nem alulról, hanem felülről keresztezi. De mindjárt akkor kicsit szétnézzünk a környéken, tartsatok velünk. Nézzétek, hogy arra fele van a Duna, a Rákos patak, ahogy beletorkollik a Dunába, és itt vagyunk a felüljáró alatt, masszív beton, és ez maga a metró alagút. Tehát most már járnak a szerelvények is. Tehát majd valószínűleg hallani is fogjuk időben. Hát egy picit alacsonyan van, de azért bejövünk ide alá. Pedig volt, amikor itt még biciklivel is átmentem. Igaz, hogy így kellett a fejemet lehúzni, de át lehet menni. Azért ide próbáljátok ki. És akkor várunk egy metró szerelvényt, mit szóltok. Nem is kellett sokat várni, itt húzott el az előbb egy. De mindjárt várunk még egyet. Ez egy érdekes mondás, hogy még akkoriban, amikor ez a szakasza épült a 3-as metró, az pont az utolsó volt, amit így tényleg ilyen befejezésre és alig maradt pénz, és ezért volt ilyen nagyon lepukkadt, a minimalista, a 90-es évben és az összes megálló. Sőt, egy megállót ki is hagytak, volt a Szexárdi utcánál is lett volna még egy. Igaz, hogy közben ugye már sorra szűntek ott meg az üzemnek, úgyhogy nem is lett volna értelme, most se lenne, majd most se értelme megépíteni. De a Szexárdi utcán még a Gyöngyösi meg Újpest városközpont közé terveztek még egy megállót. Pont az ilyen lággépgyár meg a többi üzem kiszolgálására. Hát úgy meg éppen elférek így, hogy nem húz. Picit kell csak a fejemet lehúzni, hogy elférjek. És akkor látjátok. Igen, már akkoriban be lehetett volna még. És most sok értelme szerintem nem lett volna, hogy ilyen üvegezett falulagutat csinálni itt, vagy stb. Hogy itt a szerelvényből itt lehessen bámulni, addig a pár másodpercig még itt áthalad. És akkor itt megvan még egy szerelvényt. Egyébként ez a Rákos patak. Itt már viszonylag szélesebb, ahogy halad a Duna fele. Meg itt azért már végig betonozott teknőbe megy. Egyébként a Rákos patak az a gödöllői dombságból indul, ott a gödöllő határában indul. És ilyen Icsaszegen, Pécelen keresztül éri el ott a Rákosokat, Rákossaba, meg nem tudom még mi volt, mitán Rákosliget. És utána Rákosfalva, és aztán megy Angyalföld fele, és hát így ide. Fékezetem megjött a panda. Szóval ez a kis rövid kis dolog, ez ennyi lett volna innen a 3-as metró alagútjától. Majd találkozunk egy következő idővel, plusz a 3-as metró megállóit is be fogom mutatni. Most ugye pont erre jártam, a Forgách utcát meg is fogom nézni, azután, hogy itt végeztem. Úgyhogy előbb-utóbb majd az összes felújított megállóról fogtok látni egy rövid összefoglalót. Most is elment egy. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!